A hazai pályán játszó Blue Sharks nehezen tudott felpörögni a Bonyhád ellen, bár a nyíregyháziak szerettek volna revansot venni az idegenben elvesztett pontokért. Az első negyedben még csupán 3 pontos előnnyel zártak a cápák, azonban ezt követően beindult a nagy Krisztián Fazekas Csaba, Sreden Stojanovic trió, az ő tripláiknak hála meg is lépett a hazai csapat. A harmadik negyedben Stojanovic jól tartotta dobóformáját, Cura is egyre jobban belejött a pontszerzésbe, így állandósult a Blue Sharks 20 pont körüli előnye. A végén a fiatalok kaptak nagyobb szerepet, ők tartották a megszerzett előnyt, és végül 19 ponttal 83-64-re győztek a cápák a Bonyhád ellen. A sors furcsa fintora, hogy ugyanannyival sikerült itthon nyerni, amennyivel az első fordulóba kikaptunk tőlük. Úgy gondolom, azon a mérkőzésen még nem volt kész a csapat, azóta eltelt majdnem több mint egy fél szezon, és felépültek a sérültjeink. Sajnos nem játszottunk ma jól, beleestünk abba a hibába, hogy fölvettük a Bonyhádnak a stílusát, illetve a játékütemét, ami ahol egy lassabb, ugye, ötlettelenebb úgymond streetball játékot játszottak, ami nekünk ugye nem nagyon feküdt. Többször elhitte a csapat, hogy elég lesz csak a cipőt fölrakni, de aztán, amikor úgy közelebb kerültek, akkor észhez kaptunk, és visszaállítottuk a különbséget. A Blue Sharks győzelmével a tabella második fokára lépett fel. Szombaton pedig nehéz mérkőzés vár a cápákra, az éllovas oroszlán csapata érkezik Nyíregyházára.